Kedves mindnyájat! Ne haragudjatok, hogy ez idáig nem adtam életjelt magamról. Itt élek a somogyországi Szennában. Ez a falu egy festő ilyen szép völgyben terül el. Erdőkövezik. Szenna nagy múltú település, helyén már a kőkorban is emberek éltek. A népi hagyományok Szennán ma is megtalálhatóak. Lakodalom, keresztelő, kislakodalom, még a disznóölés is az őseiktől örökölt szokások szerint zajlott. Ezekhez meghatóan ragaszkodtak. Nekem igencsak tetszett, hogy ennyire vigyázzák hagyományaikat. Kedves mindnyájatok! Örömmel számolhatok be nektek arról, hogy megvalósult régi álmom. Felépült a Szennai Szabadtéri Falu Múzeum. A környékről ide telepített házakat a község központjában állítottuk fel olyan környezetben, amilyenben azelőtt volt. Itt áll templomunk is, melyet 1785-ben emeltek a régi helyébe. Téglából toronnyal készült. Kívülről puritán, magyar falusi barokk. A templom elé megépítettünk egy utcát 5 portával. Az első portát 1861-ben építette Göncz Mihály Rényakovácsiban. Az épület elő- és oldaltornácos, füstkonyhás lakóház. Tornácát szépen faragott oszlopok díszítik. A ház szép példája a belső somogyi favázas talpas épületnek. Ezt követi a kisbajomi porta, majd az 1843-ban épült csökölyi ház. Ez gyűjteményünk legdíszesebb épülete. Különösen szépen díszített az utcai oromfala. Tornácoszlopai, a szobaajtó faborítása a gyűjtemény legszebb ácsművészeti remekei közé tartozik.
A templom építéséhez herceg Eszterházy kitűnő faanyagot bocsájtott rendelkezést. A ma is meglévő tölgyfa gerendák a templom tetőszerkezetében látható. Még a templom építésének esztendejében elkészült annak belső berendezése is. A sok szép festés, amely a karzatot, a szószéket, a padok elejét borítja. Olyan ez, mintha egy keleti álomvilágban sétálnánk. Gyönyörű reneszánsz mintákat festett ide Nagyváti János asztalos mester. Képzelő erejét, a számtalan változat, a színek harmóniája, a sokféle kép, amilyen a halfarkú szirén is dicsér. Nagyváti mester 3 írásos táblát hagyott örökül a templomban. 2 a kórus sarkában, 1 a mennyezeten. A kórus tábláinak felirata. Nagy Pál Balaó, Nagyváti János asztalos mester ember, ezt az úrházát elkészítette 1787. esztendőben. A másik táblán ez áll. Pótor István Kovács hűségesen munkálódott, Deák Mihály kisbíró. Kedves mindnyájatok! Gyertek el ide hozzám látogatóra! Ígérem nektek, semmiben sem szenvedtek ilyen. Olyan langallót süttetek nektek, amilyet még életetekben nem ettek. Szeretettel gondolok rátok, a mielőbbi viszontlátás reményében. Ölelve!